Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, egy gyönyörű szép Mercedesünk van, amit szeretnénk nektek megmutatni néhány mondatban, néhány percben. A segítségünkre lesz Concerto, Feri és Peti kollégám, akik a szerviz, illetve gépkönyvét, leírását ide készítették nekünk, ezeket lehet böngészni, aki esetleg bejön hozzánk. Tehát a pontos típusa, ugye ez egy 200-as C200-as CGI, ami ugye benzines kivitel és 180 lóerő fölött is tud nekünk biztosítani. Friss műszakinak mondanám, majdnem ugye másfél év műszaki van rajta, 2010 harmadik havi különben az autó, és egy elegans kivitel, de szépen fel is van téve, gyönyörű fabetétekkel rendelkezik mindenhol, elől és hátul is teljesen tökéletesen újszerűnek mondanám. Az autót kívül és belül is majd meglátjátok, 52 ezer kilométer van benne, ami rendkívül kevés és ugye igazolható, szervizkönyves, utána lehet nézni a Mercedes szalonokban, nyilván van tartva a jármű. Tehát a telefonunkat, amit összetudunk csatlakoztatni Bluetooth-szal, azt tudjuk kezelni ugye a gépjárműnek ez a középs konzolon lévő egységével, amiben ugye navigációs egység is van, most jelen pillanatban azt lőttem be, ülésfűtést, amit jól most már kikapcsolnom, mert ez sok lesz, a tolató radar és tolató kamera is van benne, tehát hogyha hátramenetet kapcsolunk, akkor ugye megjelenik a hátsó részen lévő kép, és így azért mégiscsak biztonságosabban lehet vele közlekedni hátrafelé ugye. A kormányunkat elektromosan is tudjuk kezelni, méghozzá leföl, lefelé is, hosszirányban is. Az autónkban tempomat van, két gyári eredeti kulcs, mint látjátok, megvan mind a kettő, és elektromos ablakok, elektromos tükrök. Az ülését azt tudjuk memorizálni háromféleképpen, ugye, és mind a két oldal só ülés elől ugye memóriásan lehet rögzíteni. A tetőablakunk az napfény tető, ugye fényvédős, és elektromosan kezelhető. Az üvegünk ugye esőérzékelős, és a fényre sötétedik a belső tükör, és fantasztikus komplet bőrbelsőnk van, ami teljesen kopásmentes. Ugye ezekben nincs is hamutartó, tehát nem nagyon lehet benne dohányozni, nem dohányzós, nagyon kellemes illat van benne, és hátul is ugyanezt látjuk, hogy teljesen újszerű könyöktámasz. Légzsákok mindenhol, elől, oldalt és hátul is függöny légzsákkal rendelkezik. A színe fekete, fantasztikus a szép krom csíkokkal itt az alján, oldalán, körbe, az üvegezésnél és a hátulján és a lökhárítóban a kromozás nagyon szépen feldobja ezt a fekete színt, úgy ahogy az alufelnik is, ezek gyári Mercedes alufelnik. Ezeken a felniken jó állapotú gumik vannak még, úgyhogy ezzel biztosan lehet még sokáig közlekedni. Itt vannak a tolatószenzorok, elől is van benne különben, tehát ott is figyeli az előttünk lévő tárgyakat, nehezebben tudunk neki menni mondjuk egy biciklinek, ami fekszik az úton előttünk, vagy bármiféle, még a kutyánkat is érzékeli, ha esetleg oda tévedne. Az üvegezése tökéletes, úgy ahogy a lámpatestek is teljesen újszerűek, ugye xenonos lámpamosós, és menetfény is van alul a lökhárítónak a szoknyájában. A motorja pedig rendkívül csendes, ezt is megmutatom még nektek. Mercedes márka szervizes ugye a címkéje a tulajdonosának, hogy mikor volt és mikor kell mennie legközelebb. Hibátlan, tökéletes állapotú autó, és újszerűnek is mondanám. Várunk benneteket az M3 autóparkba, ahol meg lehet nézegetni, közelebbről be lehet ülni, és ki is lehet természetesen próbálni. Most mi azt fogjuk tenni, Feri, Peti és Concerto, elmegyünk egy kis próbakörre, tartsatunk velünk oda is, megyünk egy pár száz métert ezzel az autóval, a viszontlátásra, sziasztok!